I'm Mai vendégemmel együtt szerepeltünk a FAN VIP idei negyedik évadában, és hát akadtak egymással nézeteltéréseink. Itt a lehetőség, hogy megismerjük a balhét balhére halmozó, megosztó személyiségű szabiesztet. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Leventeklubja, azonnal kezdünk. Hello Szabi, üdv a klubban. Na, 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 hello. És na, már na, na, a rögést, Te a rémálmaimban tél vissza a nyár után ez a nevetés, tudod. <gül> <gül> Erről álmodom a nevetésedről. Te ez <laughs> ilyen felvet, vagy veled született? Ez nem derült ki? Nem tudom, én ezt így valahogy így a tartalmaimban ugye folyamatosan nevettem, és elkezdték észrevenni az emberek. Igazából nekem nem tűnt, hogy ez most így Abnormális vagy sem. És <laughs> fura lenne egy picikét, mi? <laughs> Sokszor, sokféle nevetésem van, úgyhogy ez az egyik ilyen átlagos. Meg kell magyaráznunk a kis vendéget, akit hoztál magaddal. Nyilván, aki a műsort Sámtiágot? nézi, őt ők tudják, hogy ő kicsoda, mert a műsorban egyfajtában vele voltál. Igen, hát nagyon sokat voltam Santiago-val, ugye én keltettem otthon a nappalimban Libát, mert nagy vágyam volt, hogy, hogy Libát költsek, hogy keltsek. <laughs> na, 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 na. De, de vajadott, Miért pont Libát, és miért pont a nappaliban? Tehát, hogy ez hát, hogy jött össze? Kaptam a dobosomtól egy darab tojást, és akkor kitaláltam, hogy akkor jó, én veszek egy keltetőgépet, és akkor még kértem még hármat, és igazából minden négy kis tojás egészségesen kikelt, és igazából én gondoztam őket, de viszont utána visszavittem hozzájuk vidékre, mert beláttam azt, hogy nem biztos, hogy jó, jó sorsuk lenne nálam, és Santiago volt az első, és, és igazából mivel nem vihettem a műsorba egy igazi Santiago-t, ezért vittem őt. De hogy ö, miért kaptál tojást? Hát csak úgy kaptam. Tőle, Te a poénból? Hát nekik voltak, foglalkoztak ezzel, és akkor kaptam egyet. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Ez amit írtó jó dolog, ahogy ott, hogy ott, ha ki kell terült, vagy, és Mindig beszéltem hozzá, forgattam, foglalkoztam vele sokat, és, és, tényleg beszéltem hozzá, és jött utána mindig. Nagyon cuki volt. Félek követett a Követett, vannak is videóim állat. róla. Ha, hogy követ. Mondom ja. neki, szent így, gyere, fel van TikTokon. Hogy, hogy keltettem ja. ki Mind őket. Mindenki keres rá. A hát TikTokon kövessen, bekeressen rá, Figyelj, most a, ugye a, téged alapvetően zenészként ismernek az emberek, meg gyártóként. most ugye a Farn VIP-ban együtt szerepeltünk, és hát eléggé megosztó személyiség lettél a műsorban, ezt kijelenthetjük, nem? Hát szerintem igen, hát az, hogy... Én mindig is az voltam szerintem, tehát, hogy valaki vagy szeretett, vagy nem. Meg, hát tényleg nagyon sokféle oldalamról ismernek, tehát van, aki zenészként ismer, van, aki uh, tiktokkerként, van, aki uh, youtuberként, tehát, hogy nagyon sokféle uh, megnevezésem van, de igazából mindenki, ahogy ismer, legalább ismer, hát nem? Azt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy szerinted az emberek most, hogy láttak a műsorban, meg van egy előéleted velük kapcsolatban, mit gondolnak rólad? Tehát, hogy téged egy jó fej, embernek gondolnak, vagy egy bajkeverőnek gondolnak, vagy mi a, a lecsapódás ennek az egész jelenségnek? Szerintem én érzelmi hullámvasútól tette így a, a nézőket, mert ö, sokszor nem tudják, hogy mit gondoljanak, És az az igazság, hogy sok oldalam van, tehát, hogy alapvetően én kedves vagyok, segítőkész, ö, meg tényleg nagyon sokat ö, dolgozok olyan téren, ami nekem tetszik. Ugye? Tehát ez azért látszik a műsorban is, hogy amit, amit szeretnék csinálni, meg amit akarok, azt csinálom, meg ha van kiért és van értelme, akkor csinálom. De, de úgy nem szoktam nagyon beleállni dolgokba, hogyha nem szeretnék. Tehát azt, hogy most a nézőknek mi tetszik, mi nem, én azonos maradtam, tehát én úgy viselkedtem, ahogy egyébként a hétköznapokban is tenném. Én az állatok miatt mentem, tehát hogy nekem nagyon fontos volt ez hogy kipróbáljam magam, mert, mert, mert én imádom a kecskéket, imádom a libákat, tyúkokat, mindenféle ilyen állat a malacokat, úristen. <laughs> Úgyhogy úgy, én nagyon-nagyon állatfüggő vagyok, és, és igazából én ezért mentem, nem azért, hogy mondjuk uh, ilyen, nem tudom, csiszolásokat csináljak meg hasonlók, és ennek nekem hallgatattam, tehát ha tetszik, hanem nekem ez volt a vélemény. Erre mondta Levente, hogy menj az állatkertbe állatokat gondozni. Hát mennék én, de hát nem lehet. De már fogadtam örökbe onnan is állatot. Jelentkezni kell, tudod. Ja, szeretnék menni bácsi, gondolkozóna. Nem, azért annyira, annyira nem. <laughs> Oké, okay, tehát hogy akkor te azt mondod, hogy hogy az emberek, téged, um, picikét problémás embernek ismernek, de alapvetően kedvelnek. Én, én azt mondom, hogy nem, nem azt mondom, hogy problémásnak ismernek. Én, én nagyon sokszor, sokszor szeretem megnevettetni az embereket, meg vicces tartalmakat gyártani, meg szeretek azért jó célok mellett is kiállni. Tehát nagyon sok adományozós, meg ilyen dolgokat csinálunk. Tehát itt is ö, ö, látszik az, hogy egyébként sok mindenben benne vagyok, és sok minden oldalamat meg tudom mutatni azért a platformjaimon. De hogy, de hogy én kiállok magamért, és hogyha van, valami, van egy véleményem, meg van egy gondolatom, akkor azt azért nem fogom visszatartani magamban, mert hogy hát így illik, nem, 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 érdekel, hogy hogy illik, mert, mert pontosan úgy, ahogy a kommentelő leírja azt, hogy hát ez egy rohadék, úgy én is elmondhatom, hogy hát az egy rohadék. Tehát, hogy, hogy, nekem is pontosan ugyanúgy annyit számít a véleményem, mint egy kommentelőnek. És, és a kommentelőnek is végig kell gondolnia, hogy, hogy oké, okay, ő legalább ki hát azért, amit szeretett volna csinálni, vagy ami, ami, gyakorlatilag az ő véleménye. Ez tök jó, hogy nem fogod vissza magad, de szoktál önelemezni? Tehát, hogy amikor valamilyen döntést hozol, előtte át gondolni, hogy az milyen hatással lehet rád, Megítélésedre, vagy alapvetően a fejlődésedre? Hát engem az nem érdekel, hogy most ki miként ítél meg. Szerintem fontos az, hogy a. a mikor így kialakítok valamilyen véleményt, azt a saját világomból alakítom ki. Tehát, hogyha mondjuk esik szó egy GVM-ről, hogy elmondtam, hogy mi a véleményem arról a zenei világról, amit ő képvisel, akkor igazából csak elmondtam azt, hogy mit gondolok, és kvázi, hogy mit látok. Tehát engem olyan szinten nem érdekel. Tehát ugyanúgy, hogy egy kommentelő, úgy én is elmondhatom a véleményem. Az, hogy esetleg ezzel többen foglalkoznak, mert én mondom, az, az igazából annak a ártalma, hogy többen ismernek. Nekem csak az a probléma, amikor valaki elmondja a pályatársáról a véleményét, meg a művészetéről, vagy az alkotásairól, hogy tulajdonképpen viszonyít a saját magadhoz. Tehát ez mint hogy azt mondanád, hogy a tied klasszisokkal jobb, mint az övé. Így is gondolod? Hát ezt most nem mondtad ki, de jó. Ez így, így gondolod? Ne? Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon sokféle zenei stílus van Magyarországon, és az igazság az, hogy minél szarabb mostanában, annál jobb. Tehát, hogy ha túl jót csinálsz, akkor az nem jut el az emberekhez. És, és igazából én nem, 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 nem gondolok rá úgy, hogy én jobbat csinálok. Nyilván próbálok magamhoz mérten mindig jobbat csinálni, és mindig fejlődni a, a, a dalszövegekben, vagy esetleg a, a zenei világban. De azt azért be kell vallani, hogy amikor az ember azért jobbat szeretne, akkor a sokkal többbe kerül, de nem biztos, hogy 2023-ban úgy vissza, visszajön már a, a, a videóklipben meg a zenékbe beleölt pénz, mint, mint mondjuk korábban. Tehát sokkal többen vagyunk, sokkal... Uh, a kevesebb néző van például itt YouTube-on, tehát hogy sokkal jobban meg kell harcolni azért, hogy rá szeg szegeződjön a tekintet. Mm. És az a része, hogy alkotó alkotóemberként nyilván téged is minősítenek, de közben rengeteg munka van egy-egy melódban. Tehát ugye a pont az volt, hogy, hogy mit tettél az asztalra, hogyha utánad nézett volna, hogyha tudja, hogy te jössz és utánad néz, akkor látta volna, hogy azért tök sok dal van mögötted, tök sok videóklip, csak mindent egyedül csinálsz ezekben a projektekben, tehát hogy van mögötted munka. De közben azok mögött is van munka, akiket te minősítesz, kritizálsz a megszólalásaidban. Ez se tart vissza egyébként, hogy tudod, hogy mennyi meló van egy-egy dalban, egy-egy produkcióban? Hát az, amikor valaki kimegy, hogy hello, te sorá érsz forgatni egy videóklipet délután, és akkor így, így leforgatnak egy videóklipet, akkor az, az gyakorlatilag nem olyan minősített tartalom, mint amikor valaki mondjuk egy, egy, egy hét-két héten át legalább szervez mondjuk egy videóklipet, hogy elkészüljön. Tehát nekem is van ilyen trash contentem, az a neve, hogy Stabilest, ami konkrétan egy ilyen alter -egóm, ami pont arról szól, hogy egy ilyen igénytelen gány szar YouTube-ról lelopott alapok, tehát hogy, hogy tényleg ilyen nagy pofájú is senki okoskodik, meg játsza az eszét videóklipekben, és ez, gyakorlatilag ez pont azt testesíti meg, amit mondjuk a GVM karakter. Tehát én egyáltalán gondolom azt, hogy, hogy ezt komolyan lehet űzni, amit a GVM csinál, de hát nyilván, nyilván... Én valamilyen szinten már sajnálom is szegényt, hogy, hogy ennyien támadják. Tehát én csak elmondtam a véleményem, én nem akartam őt bántani, de lehet, hogy ő tudja ezt, hogy ő mit képvisel. És nem a hullámra ültél rá? Arra a hullámra, ami őt minősítette, meg... Nem, mondanám, hogy ráültem volna a hullámra. Tehát engem nem érdekel az, hogy most alapvetően mi a vélem. Tehát nekem például, tehát sokan például, ha kimondom azt, hogy Varga Irén, akkor negatív dolgok jutnak az emberek eszébe. De én meg azt mondom, hogy a Varga Irén a maga kategóriájában zseniális. Tehát én azt gondolom, hogy azon a szinten, ami nő mozog, meg amiből ő indult, meg ahogy generálódott a neve, azon a szinten ő szerintem a, a magyar trash zene, meg a trash életnek az egyik vezető karaktere. Tehát ha a Vargairént elhívják pénzért fellépni klubba, meg szülinapra, ide-oda, és énekel, és elmennek az emberek, és éneklik a dalait, akkor szerintem a Varga irén énekes. Tehát, hogy bárki bármit mond, ha azért kapod a pénzt, mert te elmész énekelni, akkor te lényegében már énekes vagy. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az emberek uh, lehet, hogy gúnyolják, meg kinevetik, de hogy éli az álmát, mert elhívják fellépni, és elhívják fellépni, mert telehammel a TikTok. Tehát, hogy, hogy szerintem a Varga Irén az, hogy ő így uh, megvalósította az álmát, vagy önmagát, szerintem az, az, az önmagában egyébként egy, egy, nagyon értékelendő dolog, és annak ellenére is, hogy ennyien bántják, támadják, hogy csinálja tovább. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon könnyű lenézni valakit, de, de, de azért uh, meg kell nézni azt, hogy mi van az írén mögött, tehát, hogy támogatják-e úgy, hogy mint menedzsment szinten, mint mondjuk néhány uh, egyébként kevésbé érdekes arcot, de rengeteg pénzt ölnek bele, vagy önmagából építkezik, és, semmi van, abból, abból, abból építi a kis karrierjét. Ez fontos lenne összemérni, de hát a közönség nyilván más lát mindig. Ha már kritikák, akkor mi a baj Körtisszel, mert ugye neki is beszóltál? Hát én nem, tehát ezek nem beszólások, tehát ez megint egy vélemény, hogy a Körtisznek szerintem mentorként, meg zűrítakként, semmi keresnivel egy olyan műsorban, ahol tehetséggondozásról van szó. Ahol arról van szó, hogy ki kell tartani azért, amit csinálsz, és hogy építkezni kell. Mert az, hogy nem mész el tévéfelvételre, miközben hivatalos vagy oda, meg nem, elvállalsz valamit, és nem csinálod végig, meg nem csinálod meg, az, az, szerintem ez, ez kritikán aluli. Tehát, ha kap az ember egy lehetőséget, és fiatalokat kell, meg tényleg tehát tehetségeket kell gyakorlatilag fölkarolni, és támogatni abban, hogy igenis, így vagy úgy, de küzdj érte, csináld meg magadnak, építkezz, akkor ennek a körtis nem tud az arca lenni. De az, hogy változik az ember, ezt kiadjuk a képletből? De nem változik az ember, mert nézd meg, hogy a Boxba, hogy ment el. Nem készült rá, kifogásokat keresett, azt mondta, hogy ő mekkora, nem tudom, mekkora nagy boxos, meg ilyenek, aztán ott konkrétan pislogás volt. Tehát, hogy, és engem alapvetően ez zavar, hogy tele van olyan karakterekkel a média, akik nem érdemlik meg, hogy ott szerepeljenek. Nem érdemlik meg azt, hogy, hogy foglalkozzanak velük. Nem tudom, tehát egy, egy, egy ideális világban egy fodrásszalomba esét kapnának, hogy fel, felsöpörjék a hajat. Tehát ott is elbuknának. Tehát hogy konkrétan ennyire alkalmatlanak az emberek és nem becsülik meg a lehetőséget, hogy kapnak egy lehetőséget, és, és nem élnek nem vele. És én abban a pillanatban, amikor kapok egy lehetőséget, kapok egy telefonhívást, hogy menjek, éppen a Farmra képzelde, hogy úgy szerzettem le, hogy engem 11.30-kor hívtak, és én azt mondtam, hogy jó, én akkor 11.30-kor ott vagyok nálatok. És gyakorlatilag már egy-két óra alatt mi már meg is beszéltük, hogy jó, akkor ők szeretnének engem a, a műsorba. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen alapvetően minden lehetőséget iszonyatosan megbecsülök, és úgy foglalkozok meg úgy gondolok vissza rá, hogy, hogy amikor én ezt el akartam kezdeni, akkor álmodtam arról, hogy lehessen ilyen lehetőségem. Tehát én az első videóklippemet úgy forgattam le magamnak, hogy diákhitelből vettem egy kamerát, és két-három napig forgattam úgy, hogy a sulimnak a, a stúdiójába forgattam, meg egy darab aksim volt győzsérterembe töltöttem a, a, az aksit, hogy legyen mivel forgatni, mert, mert nem erült folyton a kamera, tehát alapkiegészítőkkel forgattam. És de át robbant vagy akkor hát robbant 2014-ben, hogy akkor leszerződtetett a Gold Record, utána bekerültem a zenetévékbe lejátszásként, és, és én minden egyes lehetőséggel mindig éltem. Vártam, hogy felkínálják a lehetőséget. Tehát uh -huh. ugye mindig idegenként tekintettem, tettek rám a, a, televíziók, mert hogy ugye én volt, voltam, ugye nem influencer volt akkor még, hanem ugye netcelebb, akik így neten ismertek voltunk, és nem akartak nagyon ö, pislogni el, erre az oldalra, mert minél távolabb akarták tartani. Hogy van egy ilyen is, ami létezik, de hogy ugye a saját sztárjaikat... Igen, tudomást venni. Engem. Igen. tehát a saját szárjaikat akarták kinevelni, és, és ugye most meg már átfordult arra, hogy mindenhol influencerek vannak benne, meg ilyenek. Például téged is behívtak, de hogy minek? <laughs> na, 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 na. <laughs> ezt most nem veszem fel magamra, ezt a kritikát. Oké, figyelj. ha már kritika, majd akarok beszélni, beszélgetni arról, hogy hogyan indult el neki az egész karrierednek, mert szerintem az is érdekes lehet, de még kritika szempontból vizsgáljuk meg a mostani popzenét. Ugye te akkor voltál tinisztár, amikor az első ilyen nagyobb tinisztár robbanás történt, SP-vel, Barbival, és sorolhatnám a neveket, akik akkor ismertek voltak te Nem jöttél. azért, nem. Hát én, figyelj, én 13-ban tizen, regisztráltam fel az az.fm-re, az egy ilyen kérdezfelelek oldal volt, ahol anonim módon mindenki írhatott minden, hát itt már megtanultam azt, hogy nem szabad komolyan venni senkitől semmit. És ugye nekem nem is tudom, körülbelül hát 14-ben robbant a kártyavár, 2014 május 3 vagy 4 tehát ez konkrétan így nagyon-nagyon megjegyeztem ezt a, ezt a dátumot mert nyilván az ember megjegyzi azt, hogy hol van a siker, hol robban, és, ugye, és akkor gyakorlatilag ott volt az, hogy, hogy óriásít robbant, de akkor már ugye nem volt Barbie, nem volt SP. De igen, lekem... én, nekem... ugye emlékszem vissza, még az SP Hát nem, volt az ez. SP, SP, az SP 11-ben, 12-ben adtak ki a New Wave albumát, azt hiszem, és ha miért tudom, ennyire fontos. <laughs> na, 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 na. Igen, gyanús, gyanús vagy te nekem, igen. igen tehát ugye ő volt uh, 12 környékén, ő ezt be is fejezte ezt a, ezt a szakmát, és uh, igazából Valószínűleg azért tudok ennyi mindent róla, mert nagyon sokat motivált engem az SP az önmegvalósításban. Tehát, ugye mm. hogy én láttam azt, hogy ő otthon összerakta a stúdiót, otthon rakja össze a zenéket, és én például még a Pixának is írtam annó, hogy, hogy hát íz, szeretnék egy zenét mennyire fedez, fedez már fel, tudod. már fel, még MySpace-en írtam neki 2008-ban vagy 2009-ben, és mondta, hogy hát akkor ez így a 150-160 kell lenne, hogy a zenét csinál, meg felveszük meg ilyenek. És akkor annyi pénzből azért össze tudtam rakni otthon egy stúdiót. És akkor inkább azt válaszoltam, hogy odaállok, énekelgetek, csinálom, gyakorolok, és nagyon sokszor síralmas volt a hangom, és uh, tudom, most néhány néző azt mondja még most is, de hogy, na, 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 de hogy, de hogy mindig, uh, úgy jöttem el a mikrofon de ú, ez nagyon rossz, tehát ez, 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 ez nem jó. És akkor utána mindig valamiért visszamentem, jó, megpróbálom újra, és újra, és újra, és újra. És, és én a mai, mai napig vállalom, hogy énekelni nem nagyon tudok, én úgy veszek fel a dalt, hogy én megírom a szöveget, énekelgetem magamban, és kvázi én, én úgy veszem fel, ahogy gondolom, hogy ennek jól kell hangzania, és akkor utána elkészül ez, hogyha, hogyha jól, jól felvettem. Tehát, hogy van olyan, hogy át kell dolgozni. Például most az új lemezem is ami megjelent, promó, írj promó, promó, hogy a harmadik lemezem, ami most megjelent, 2023. decemberében, ott a Singvik-vel például úgy készült a Nem számít című hogy én azt megírtam magamnak, és a refrént úgy úgy éreztem, hogy az, ahhoz én nem vagyok elég jó, tehát én ah. nem vagyok elég jó, és ide egy női hang kell. És akkor írtam a szingvikinek, hogy álljunk össze erre a darra, csináljuk meg, és, és, és tényleg olyan dal lett belőle, hogy Úristen nagyon jó. Tehát, leszakad az ég a plafon? Minden leszakad. Tehát, hogy konkrétan be kell látni azt, hogy mi az, amihez jó, vagy meg mi az, amihez nem. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy nem elég, vagy nem elég jó, akkor, akkor nyilván én átadom a lehetőséget arra, hogy akkor csináljuk meg máshogy. Ja. Tehát, hogy de hogy, ké hogy képesztett is magad, azt mondod, nem? Hogy hogy az éneklésből is képeszted magad azzal, hogy gyakoroltál, róla. sokat visszahallgattad. Abszolút. És próbáltad tehát hozzá nekem nem, nem volt még arra se pénzem, nem, nem, nem tudom, tehát gyerekként se volt, tehát gimibe se volt arra pénzem, hogy tanároz járják, Tehát nekem ilyen külön díleket kellett kötni az tanára hogy én bemegyek. Már üzleteltél akkor is? Amúgy üzleteltem, hát, hát hogy ne viccelj hát, konkrétan 7 órára bementem az énektanárhoz, mondtam, hogy akkor jöjjön be ő is, és akkor tart énekórát, cserébe az osztályt próbáltam fegyelmezni énekorra alatt, meg ilyenek. Tehát, hogy, tehát egy konkrétan így ilyen díleket kötöttünk meg, én segítettem ebben, segítettem abban, tehát a kórusnak vásároltam ezt, azt, meg mindenféle dolgot. Tehát, hogy nekem, nekem őszintén szólva ez egy ilyen állandó dolog volt, hogy ezeket a díleket kellett Kötni, mert valahogy meg kellett oldani. Mm. És aki meg akarja oldani, az valamilyen úton, módon, de megtalálja. Van egy nagyon jó kis mondás, hogy talál a rókarést magának. De mi motivált? A szereplés motivált, vagy az alkotás, az, hogy te csináljál dalokat, énekelj? Mi volt a te hajtóerőd? A hajtóerőm? Egyrészt az, hogy én olyan környékről jöttem, tehát én azért hátrányos helyzetű gyerekként nőttem föl, tehát hogy nekem az volt a cél, hogy azért az így nagyjából így egy, egy jó kis emlékként zárójelbe tegyem majd, és nyilván az, hogy ezek ezekből majd pénzt keresek, de mindemellett nyilván szerettem volna őt megvalósítani, és szerettem volna azt, hogy hogy írhassak úgy dalokat, hogy sokan hallgatják, sokan szeretik. Tehát az, amit én ma élhetek, az egy álom. Tehát, hogy, hogy az, hogy most a harmadik lemezem megjelenhetett, az, hogy én most a fan VIP-ba lehettem, az, hogy, hogy így kvázi az emberek már véleményt alkothatnak rólam, pozitív vagy negatív, az, az kvázi egy álom. És tudom, hogy a gyerekkori én nem kurva büszke lenne arra, hogy basszus, ezt elértem. És mm. ezt egyedül értem el. Tehát engem anyagilag nem tudtak támogatni. Tehát én, én a stúdió cuccaimat is úgy raktam össze, hogy én tapsolni jártam tévéfelvételekre, meg nem tudom, filmekbe statisztálni mentem. 3-4 ezer forintokért egy nap, és akkor úgy összeraktam 150 ezerből egy stúdiót otthon. És, és, és gyakorlatilag... Engem nem, nem, tehát nem érdekel az, hogy nagyon szerepelgessek. Tehát én nem magam mutogatni akarom magam, hanem csinálni azt, amit szeretek. És most meg már főként az az álmom, hogy hogy próbáljak segíteni olyan hátrányos helyzetű fiataloknak, akik hasonló helyzetben vannak, akik az országban akárhol vannak, látják, lássák azt, hogy igenis ebből is ki lehet nőni. És ebből is lehet úgy építkezni, hogy nem tudom mondjuk olyan családi háttérrel vagy, hogy örülsz, hogyha a kaja van otthon, de előbb-utóbb elérsz arra a szintre, hogy, hogy, hogy egy ország megismerheti a neved. És most például szakmákat fogunk így hirdetni, meg azt, hogy szeretsz szakmát, és országjáró turnét fogunk csinálni azért, hogy a gyerekeknek a fejébe beleverjük, hogy rajtad múlik, tehát hogy, hogy önbizalmat növeljünk, hogy, hogy megértessük velük azt, hogy minden egyes élet azon múlik, hogy te hogy építed. Nem azon, hogy a családi hátteredben mi van, hanem azon, hogy a fejedben mi van, és mit szeretnél. Örültél, hogy volt ott ja? Hát igen. Tehát így konkrétan nem tudod, tehát így, nem is az, hogy jó volt otthon kajáta, nem azt mondom, hogy éheztem meg ilyenek, csak hogy kvázi, tehát nem az a nagyon jó módú dolog volt, tehát hogy a mai napig a fejemben benne van, hogy, hogy volt olyan, hogy nem is tudom, valamit vettünk részletre, és nem tudtuk kifizetni, és így el kellett mennem eladni a tévét otthon. Mm. Vagy otthonról. És akkor elvittem, hogy arabhoz eladni a tévét, mert ki kellett fizetni, mert jött a követeléskezelő, tudod? Tehát, mm. hogy így, tehát így, voltak ilyen dolgok, tehát, hogy, és így egyáltalán nem, nem ciki ez, meg ilyenek. Csak nagyon tudatosan kell szerintem beosztani a pénzt, meg figyelni arra. Tehát én a mai napig, tehát hogy én a mai napig figyelek arra, hogy mi, mi, hogy ilyen éri meg. Én nem ülök be sehova enni 3 4 ezer forintért kaját. Tehát, hogy leszámolom magammal a pénzt, mondom, hát ez hol éri meg? Sehogy. És én nem vagyok hajlandó ezeket kifizetni. Tehát, hogy én nem járok el luxus éttermekbe, meg ilyenekbe, mert, mert, nem vagyok hajlandó ezekre pénzt adni. Mert tudom nagyon jó, hogy a gyerekkori én nem mit mondaná erre azt mondaná, hogy oké, okay, de miből? <laughs> Na, úgyhogy igen. És akkor neked ilyen korán kellett felnőnöd, mert ugye mondod, hogy a pénzt meg kellett teremteni, saját Nem, hát én a, én a mai napig nem nőttem fel. Jó, hogy... <laughs> 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 de egy része, nem, más, az... egy része meg tök felnőtt. Tehát nem, az, hogy én te... azt mondtam, hogy meg kell oldani. Ő... Tehát, hogy, hogy nekem hát ez nem... egy felnőtt lépés, ha meg kell oldani, a gyerek nem oldja meg. Hát nem, hát de figyelj, amikor már tényleg mindenki X-faktorozott, meg tehetségkutatózott, meg ilyen nekem mondtam, hogy nekem ez nem lesz járható út, én a saját magam útját akarom bejárni. Tehát, hogy én olyan szinten makacs meg önfejű voltam, hogy én leszerződtem a Gold Record ugye 2014-ben, az fél évig tartott, és én láttam azt, hogy ők kvázi nem nagyon tesznek azért, hogy ez így haladjon előre, mert mindig mondtam, hogy na akkor csináljunk most valamit, és akkor az volt, hogy jó, hát de majd, majd lesz valami, és érted, villamossal jártam fellépni ingyen, amikor már nagy szárnak számítottam, tehát én 2015-ben, 16-ban mázi nagyjából annak számítottam, de nem nem nagyon éreztem azt, hogy csinál valamit a Gold record, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor ki kellett táncolnom valahogy a, a, a szerződésből. Aha. Igen, tehát hogy akkor az volt, hogy ugye pontosan ez lett, hogy nem összeegyeztethető az, ahogy én dolgozok, meg ahogy én akarok, és akkor ugye ők kvázi, ők dobtak ki. Aha. De ugye nekem meg már ott volt a zsebemben egy dal, amit én a Viva TV-hez uh, már beadtam, és szerettem volna azt, hogy játszek, már leforgattuk a videóklipet, és uh, nekem meg már ott volt a magneóton a másik zsebemben. Aha ami ugye nagyobb kiadó volt, mint a Gold Record, és a Jós Pristi azt mondta, hogy tártkarokkal várunk, és akkor már kiemelt voltam a Viva TV-nél, és akkor elindult így a, a, a közös munka a Magneotonnal. Hát akkoriban a Well Hello volt ott, ugye meg a, a nem, ki volt még? A well volt, meg a Halott pénz. Pénz, pénz például, és, és ugye ezek mellett, a nevek mellett szerepeltem folyamatosan ugye a Viva TV-nek a kiemelt listáin. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően, azt mondhatom, hogy, hogy kvázi a meg kell oldani. Tehát, hogy valamit kell csinálni, haladni kell, és lépni kellett. És nagyon észrevettem azt, hogy hogy az egy nagyon lassú forma. És én nagyon nem tudok megbízni így másokban, ezért megyek mindig a, a saját fejem után, és csinálom, amit gondolok. És, a, és és pont ez az, hogy hogy nem volt senki mellettem, aki támogasson bizonyos dolgokban, szituációkban, hogy, hogy beajánl valahova, kiajánl, megcsinálja helyettem, megszervezi. -e. Nekem kell megoldani most is, és akkor is nekem kellett megoldani. Mm. Azért is kérdeztem, hogy mi motivált téged, mert ugye a szereplési vágyat támasztaná alá a YouTube tevékenységed, ahol te műszaki eszközöket rántottál ki, mm -hmm. és hasonló, Rántott tartalmaid, hasonló tartalmaid voltak, hogy ez a népszerűsítés miatt kellett, vagy mi volt az oka, hogy ezeket megcsináltad? Alapvetően ugye én 2016-ban kezdtem el a YouTube csatornámat, mm. és... Én, én azt kvázi, most az teljesen egyértelmű, hogy, hogy azt a szponzorációk miatt szerettem volna, hogy legyen ennyi a felületem, amit jobban lehet szponzorálni. És azt is szerettem volna, hogyha a videóklipjeimet azért többen megtekintik. És ez egyébként, amit most mondasz, ugye az az iPhone Tourmix, illetve az iPad rántás, ugye az úgysem mered sorozat, ez kvázi egy nagyon egyszerű kis történet. Van Amerikában egy cég, egy Tourmix gyártó cég, akit... Mó, uh, nem itt eszembe a cégnek a neve, de a, a sorozat a a cégnek a neve, a vi, és a, a sorozatnak a Neve a Willy Blend, mm -hmm. és ők azzal kezdték el hirdetni a, a turnézgépüket, tehát nekik is 20 dollár volt a marketingre, hogy elkezdtek ilyen hamburgereket meg ilyeneket beledobálni. És akkor utána elindult ez, hogy akkor beledobnak mindig egy, egy friss iPhone-t, és hogy ledarálja-e. És, és az lett belőle, hogy, hogy ledarálta ugye minden egyes ö, ilyen új iPhone-t az emberke. És akkor én a szakdolgozatom ebből írtam, és kitaláltam, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt így behoznám itthonra. És én ezt így konkrétan addig elkezdtem fejleszteni, hogy, hogy, ugye kijött az iPhone 7, és akkor én gyorsan csináltattam rá ilyen szabiesztes tokot, telefontokot, és akkor ugye én berendeltem egy ilyen kamu iPhone-t, egy ilyen 5000 forint volt körülbelül, tehát vas volt benne, és elkezdtem megszemélyisíteni az iPhone-t, folyamatosan posztoltam róla, folyamatosan úgy, mintha ez már nekem aktuális De. telefon lenne, és ezért így a nézők Gondolták többnyire, hogy ez, ez, ez az én valós telefonom. És akkor ugye elindult ez a nagy hype, ez már másfél két millió megtekintésnél van, aztán láttuk, hogy akkor oké, ez működik. És itt konkrétan. Tízszeresére felnőtt a, a, a YouTube nézettségen, mind a vlogcsatornán, mind a, a zenei téren. Elkezdtek megismerni az emberek, utána ráhúztam még ezt a rántott iPad-et, ami hasonló egy ilyen kamu iPad-ről volt. Um, tehát, mindig raktam bele valami csavart, hogy érdekes legyen. Tehát, hogy ne az legyen, hogy. Mert úgy nem lett volna izgalmas, hogy oké, okay, kirántok egy iPhone-t, és megcsináljuk. Tehát az a konkrét, nem tudom, tehát ilyen, ilyen tényleg pazarlás vagy pocsékolás. Így viszont egy játékeretébe építettem bele ezt a dolgot, így, így az emberek így még jobban belegondolták azt, amit egyébként beleszerettek volna látni. Azt, hogy most ez szép vagy nem szép, hát most... Hát ö... kamusztál. A kamusztam, hát teljesen egyértelmű. Tehát, hmm. hogy ha, ha hmm. ők ezt elhitték, igazából az a baj, hogy Annyi minden van az interneten, amit elhisznek. Tehát mostanában például terjed az, hogy az egyik tartalomgyártó betör a másikhoz, az mennyire meglepődik, meg hogy jön a tech, meg ilyenek, és elhiszik az emberek. Tehát, hogy amelyre akarják hinni, és azért, mert nem gondolják azt, hogy ezt megtenné valaki. De én vállalom azt, hogy ez, ez, ez kamu volt. Tehát, hogy, 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 hogy én nem, nem... Most például azon gondolkodtam, hogy hogy tudok kirántani egy Suzuki Swift-et. Tehát hogy most így a YouTube, YouTube tartalma, hogy hát ide próbálom, de az az igazság, hogy nagyon nehéz esetleg van olyan néző, akinek van a konténeri és fel tudja hevíteni azt. Ilyen, igen. igen, tud segíteni a rántott Suzuki swift ben akkor szóljon. De hogy egyébként, tehát én szeretem az ilyen őrültségeket, és nem azért, mert nevetnek rajta az emberek, meg szórakoznak rajta az emberek, meg azt mondják, hogy úristen, ez hülye. Tehát a YouTube vlogomnak a biójában is az van, hogy mindenki azt mondja, hogy ez egy gyerek hülye, is, tényleg. És tényleg őrül. Tehát nagyon sok oldalam van, és én nem akarok az embereknek rosszak, én jót akarok okozni az embereknek, és tényleg azt akarom, hogy ne versenek. Tehát nagyon sok vicces tartalmam van, de de most már az inger küszöb azért ennél jóval magasabb kirántunk egy iPhone-t. Tehát azt meg megcsinálnám most, akkor, akkor ugyanúgy nem nézné senki. Szerint Ezen nem kell az egyébként, szó... Szó... Szerintem egyébként szem még néznék. Hát szerintem nem. nem. Azt mondod? Nem, nem Mi kéne hozzá fel egy újtás? Nem, hát egy rántott Suzuki Swift. Hát, hát és ne, kemény, ne. Ja. Ne, ne, ne. Ugye, a, azt látom, hogy te tudatosan gondolkozol, úgy éled az életedet, úgy építkezed a karriered szempontjából. Műsorban mennyire voltál -e tudatos? Tehát, hogy mennyire volt a konfliktus, amit, uh, amit uh, kirobbantottál bárkivel, akár a karcsival, akár velem, akár bárki mással tudatosan felépített konfliktus. Semennyire. Tehát, hogy én, én tényleg, én a, tehát nyilván vannak ilyen tudatos pontok, hogy aki okay, akkor ezt szeretném csinálni, meg így akarom, meg, meg, úgy akarom, tehát, hogy, hogy vannak azért olyan dolgok, amiket így eltervezek, de, de hogy alapvetően én azért hagyom, hogy sodorodjak az árral, tehát, hogy, hogy nekem azért nem voltak ilyen messze menő céljaim, hogy úristen ezt meg, nyerjem, meg ilyenek. Én jól akartam érezni magamat, és, és pont ez az hogy, hogy én nem erőltettem azt, hogy hogy, 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 hogy csináljak olyan feladatot, amit nem akarok. Hát miért csinál? Nem azért mentem. Én azért mentem, hogy jól Ész érezzem magam. De én ezt ki is mondtam. Tehát én ezt többször ki is mondtam, hogy, hogy, hogy én azért vagyok itt, hogy jól érezzem magamat. Tehát én az állatok miatt jöttem. Én nem azért jöttem, hogy két napig csiszoljak egy fanyelet, hogy utána elveszítsünk egy uh, ilyen uh, termelési ciklust, és utána nem tudom, megy haza valaki. Mert ugyanúgy engem szavaznának ki, hogyha végig dolgozom azt a két napot. De onnan tudod, nem biztos. Hát lehet, hogy nem biztos, de így van. Tehát, hogy én most azt gondolom, hogy, hogy nekem ott fölösleges lett volna két napig úgy dolgozni, hogy én azt gondoltam, hogy ezt elveszítjük. Én azért mentem oda, hogy az állatokkal foglalkozzak, megismerjem magam az állatokkal, tehát, hogy, hogy, hogy így nem, nem, azért voltam ott, hogy, hogy olyan feladatokat csináljak, amiket nem akartam. Néztem az adást, és a egy kecske volt a képem mellette. Tehát igen. ültünk az asztalon. Robika, Hogy kijött oda egy kecske? Én észre sem vettem, hogy egy kecskét kihozta a sétáltatni de, a télőben. De, Csak ti vagy aludtatok, vagy nem tudom, mit nem, ja, csináltatok. De, szerintem. de nem én szoktam sokszor sétáltatni a Robikát. Ő volt a Robika egyébként, ő a legkisebb, és imádom, annyira cuki vagy. Volt. Ott voltam élőben is, és nem láttam a kecskét. Tehát ez a legkeményebb, hogy nem tűnt fel, hogy veled kecske van, annyira hozzá szoktam, hogy ja, hát, van, állat van. Hát igen. Ö, öh, hát. amikor a karcsis vita volt, és fogtad a pulykát, akkor is egy pulykával Igen, igen tehát Istenre, például, hogy tök érdekes, tudod, hogy én annak örültem a legjobban. Ú, de ott a kezembe a pulyka. Tehát látta láttam vissza az estét, és mondom, hogy Istenem, de, de szép volt. És mondtad is, hogy milyen ronda. Mondom, hogy lenne ronda. És talán meg is puszéltem a pulykát. Ne ronda. Hát, Csak de. azért, mert ronda. <laughs> ja. Oké, okay, figyelj, te egyébként balhis fiú voltál a suliban is? Most azt mondtad, hogy itt a tanárokkal kóperáltál, és üzleteltél, hogy akkor... Uh az osztályt regulázod és rendben tartod, de egyébként ö, rossz gyerek voltál, vagy azért kezelhetőbb? Nagyon most. rossz gyerek voltam. Hát Sajtettem. a nyolc, általános, én körülbelül nyolc iskolába jártam ki. ki kirúgtak? Hát igen, meg, meg, tehát én nagyon makacs voltam, meg önfői, meg én elmondtam a tanároknak a szemébe a véleményem, és ez nekik általában ugye nem tetszett. Tehát, hogyha behozhatnék ide egy ellenőrzőt, akkor lelopoznánk, lelopoznánk, lelopoznánk. <laughs> na, 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 na. Hogy mennyi minden volt. Mert ugye nem nagyon szeretik az egyéniségeket, akik megvan a saját maguk gondolata a világról, itt így fiatalként is, tehát hogy... hogy... Tehát én konkrétan elsőben már úgy kezdtem, hogy októberbe kirúgtak, utána nagyjából ilyen negyedikig, ötödikig... De elsőben meg kirúgtak? Aha, egy, egy hónap után. Hát semmi igazából ott is az volt, hogy belém kötöttek, én meg nem hagytam magam. Tehát, hogy mm -hmm. mondhatni, berekedős is voltam, ezt erről leszoktam, hál' Istennek. De hogy, de hogy igazából én, én, én mindig, mindig olyan gyerek voltam, akinek így volt a maga véleménye, és ha az nem úgy volt, akkor az úgy elég nagy baj volt. mert ah. akkor én ezt így tényleg így hangot adtam neki. Jártam olyan iskolába is, képzeld el, hogy tíz fő volt az iskolának a létszáma. Ilyen alapítványnak a alapítvány mellékes, vagy mellék alapítványa volt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, és tizen voltunk körülbelül, volt egy osztály elsőtől negyedikig ott körülbelül hatan voltak, és volt ötödiktől nyolcadikig ott négyen voltunk. Tehát mindenki ugyanazt tanulta. És így végeztem el mondjuk az ötödik vagy hatodik volt. Azt, hogy egy csak olyan dolgot csinálsz, ami ez van kedved, ez azért egy kicsit ego hozzáállás, nem? Ego? Aha, hát ugye a többieket nem, tehát ugye a többi embert nem veszett túlságosan számításba ezekben a szituációba, vagy te? Hát milyen szituációra gondolsz? Hát még a farmas életünkben egy, minta vagy egy példa ehhez, hát, hogy a nem csinálsz valamit, pedig a csapat érdeke az, hogy te egy csinálj valamit. Ezt akarom kérdezni, hogy azzal, hogy te ennyire önérzetesen állsz hozzá a dolgokhoz, és érzed, hogy ha téged hátrányér, akkor kiállsz és robbansz figyelembe szoktad venni a többi embernek a szükségét, akaratát, igényét, vagy pedig ez teljesen eltörpül? Ez tényleg nagyon függ a szituációktól. Tehát, hogy, hogy az igazság az, hogy most, ha farmasra vetítjük vissza, ott például nem éreztem azt, hogy nekem kéne dolgozni a csapatért. Tehát hogy ott, ott a, akkor abban az időszakban már mindenki fáradt volt, én is fáradt voltam, és már kevésbé tudtam tolerálni azt, hogy kvázi a csapatnak egy olyan arca voltam a karcsi miatt, amit, aki így perifériára szorult. De hogy, de hogy egyébként, amikor meg, megéri egy csapatért dolgozni, és látod azt, hogy mindenki ugyanúgy viszonul egymáshoz, és így és így tényleg támogatják egymást, akkor természetesen azért beállok, de annál már sok, tehát, hogy nincs annál fontosabb, hogy nekem jó legyen. És ez egy nagyon fontos dolog, és ezt lehet mondani egoizmusnak, de ha nekem nem jó valami, akkor nem szeretném csinálni. Én nagyon sokáig támogattam barátokat, nagyon sokáig álltam ki úgy emberek mellett, hogy én soha nem kaptam ezt vissza. Tehát, tehát konkrétan itt gondolok arra, hogy volt olyan, hogy egy olyan barátom, aki mellettem állt a karrierem elején, is ott volt, és, és én mindig próbáltam behozni magam mellé, hogy, hogy de emberek, hát ő is velem van, ő is a, 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 projektünk része, és hogy figyeljetek rá ő is, meg ő is jöjjön én interjúzni, meg ilyenek. Ilyen például ellenem fordult, és megzsarolt, és, és az lett a vége, hogy most két év felfüggesztettet kapott a kis társasága. Meg van olyan, hogy valaki például úgy kihúztam a szarból, hogy pénzt kellett neki adni, mert, mert különben rendőrségi ügyelet volna ott is elfelejtődött, és még a pénzt kaptam vissza, és úgyhogy ezek legjobb barátok. De ez és... nem lehet, hogy rosszul választott barátot magadnak, meg barátokat magadnak, ők és évekig volt nem a voltak, Nem, évekig ott voltak mellettem. Tehát, hogy én, én ö, azt gondolom, hogy, hogy, az emberek pont emiatt úgy változnak, negatív irányba szerintem, nagyon ritka a pozitív irány, de hogy változnak az emberek, és, és én igyekszem mindenkiben a jót látni és segíteni, és naivan állok mindig az emberek. Nem, nem ezt kérdezem, annyira erős egyéniség vagy, hogy szerintem mellette olyan emberek vannak, akik alárendelődnek, nem? Tehát, nem, hogy akik, nem, tehát, mondanám, nem, nem, mondanám, tehát, hogy én szeretek nyilván irányítani, mert nekem egy nagyon fontos dolog az, hogy aki nem tud hozzátenni a projekthez, amit én szeretnék, azzal nem nagyon tudok mit csinálni. Tehát a céltalan barátságok nekem nem működnek. Tehát, hogy ez nyilván egy olyan, nem, tehát most nyilván úgy fognak nézni, úristen, milyen izé, ilyen érdekember, de nem érdekember. No, én is ilyen vagyok, most ezt hanem, hozzáteszem. Hanem, tehát, hogy... hanem, hogyha nem tudunk egy közös célt kialakítani, tehát egy barátságnak kell legyen egy közös célja, tehát az, hogy el, elmegyünk sörözni, meg kocsmázni, meg ilyenek, bocs, se a drogozás nem érdekel, se a füvezés, direkt külön választom a kettőt, mert tudom, hogy erre ugranak az emberek, se az alkohol nem érdekel, nem, nem iszok sört, nem cigizek, nem járok el bulizni, mert egyszerűen ez, a közeg engem nem vonz, nem fejleszt, nem tudok építkezni ebből, nem látom azt, hogy ennek lenne célja. És az ilyen emberekkel én nem tudok egyszerűen azonosulni, mert nincs benne jövő. És ezek az emberek itt szépen kiszelektálódnak az életemből. Tehát hogy nagyon sok ilyen influencer volt, meg nagyon sok ilyen olyan barát, akivel tudod, gyártottunk tartalmat, ő megszűnt influencernek lenni, és utána már nem tudtam nagyon vele mit csinálni, mert, mert hogy kvázi megszűnt a közös cél, a közös pont. És, és ez nem érdek, hanem az, hogy én, én tényleg a... Közös hullámhoz. Hát, hát ez igen, kell a barátsághoz. Igen, tehát ez egy, egy közös célnak a, a, a létezése kell, hogy, kell, hogy működjön. És, és, és én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez, ez, ez működik az ilyenfajta barátság, hogy nincs célja azoknál, akik mondjuk így, nem tudom, alkalmazotti viszonyban vannak. Mm. Tehát, hogy, hogy nyilván, amikor valaki elmegy reggel dolgozni, és hazamegy délután, és nincsen semmi dolga, annak valószínűleg ez működik. De nekem hát, az a kikapcsolódás, hogy elmegy a haverokkal sörözni, érted? Tehát ez simán benne Nekem nincs ilyen. Tehát nekem nincs. Tehát, hogy, hogy nekem 0-24 működik. Én van olyan, hogy mondjuk például ma is egy... Például ma is egykor lefekszem aludni, és akkor alszok egy-két órát, és akkor utána megyek tovább, csinálom a dolgomat. Szóval maga a pörgésem egyébként ilyen állandó, tehát hogy nekem egyszerűen muszáj úgy dolgoznom, hogy nekem gondolkodni kell azon, hogy mikor lesz új dal, mikor lesz új videó, mikor lesz új, videó, mikor lesz új videóklip, akkor műsorszereplések közben jönnek mostanában az interjúk, nagyon nézted a kezemet, hogy még hányat számolok, de csak öt darab ujjam van. az életemes csorolod nem lepődök meg ezeket, amiket, amiket és mondasz. És erre... Mennyire tervezel egyébként előre ezekkel a dolgokkal? Tehát, hogy neked van egy ilyen planed, amit követsz, tehát hogy pontosan, vagy pedig ez atok jelleggel jön? Próbálok, de hogy tehát én egy-két hónapnál előrébb nem lehet, meg nem is érdemes, mert annyi minden változik. Tehát, hogy, tehát, hogy most például, amit nagyon szeretnék, az az, hogy most lesz tíz éves a kártyavár, amivel ugye berobbantam a köztudatba, erre szeretnék egy kártyavár kettő című dalt, illetve tervezek egy ilyen nagy koncertet is, hogy most már akkor ideje lenne ezt, ezt, csinálni, de hogy, de hogy annyi minden változik, és nem tudok előre tervezni. Az, hogy önfejű vagy, ez szerint az életben segít, vagy hátráltat? Tehát ez előny, vagy hátrány? Szerintem is-is. <laughs> Tehát konkrétan uh, nagyon sok olyan helyzet van, amikor amikor azt mondom, hogy de én akkor is elmegyek és megcsinálom. Tehát volt olyan képzeld el, hogy uh, kötöttem egy együttműködést egy drónos céggel, hogy én kapok egy dront, cserébe uh, belerakom őket majd a videoklipben, és én drónnal fogom ezt leforgatni. És kimentünk Ciprusra egy hétre, és barátokkal mentem ki. Az egyik barátomnak a hugába forgattuk volna a videoklipet, ő énekelt benne. És a harmadik napon kitalálták, hogy ők nem akarnak forgatni, mert írtó meleg van, és hogy hogy, hogy nekik ez, ez, ez fárasztó, és hogy akkor ők ezt nem szeretnék. Én pedig összevesztem velük ott, hogy, hogy konkrétan én, én, én azért jöttem ki, hogy ezt leforgassam. Nekem ezt meg kell csinálni. Tehát, hogy én nem hébe hóba jöttem ki elkölteni 100-120 ezer forintot arra, hogy itt legyek egy hetet. Ez egy jó ár nagyjából, akkoriban is jó volt. De hogy, de hogy én nem azért vagyok itt, hogy szórakozzak, hanem hogy ezt legyártsam, és a nap végén ebből tartalom legyen. És akkor nyilván a zene az offalódott, és akkor volt egy autóm, és, és én azt mondtam, hogy ő engem nem érdekel, én akkor is le fogom forgatni a videoklipet, én akkor is meg fogom ezt csinálni. Leforgattam ciprusan a videoklipet teljesen egyedül, a dronnal. Most hazajöttem, írtam egy dalt az Utitás címmel és, és annyira népszerű volt, hogy a zenetévék gyakorlatilag éjjel lappal azt adták. Mm -hmm. és, és, és megvalósult az, amit, amit gyakorlatilag más föladott volna, mert ott maradt egyedül egy idegen országba, és felfedeztem, valószínűleg itt került hozzám nagyon közel Ciprus Anno, amikor, amikor én ott tényleg egyedül egy hétig körbe, körbejártam, felfedeztem, és, és, és magam oldottam meg azt, amit egyébként más eldobott volna. Azóta sok minden történt már Cipruson, úgyhogy inkább temetem, mert nem támogatom, hogy ott éljenek az emberek, mert sajnos nagyon durva vannak, úgyhogy én azt nem... Tehát ott is éltem, tehát hogy... De még mehet Ciprusra, tehát nem, nem ki. Hmm. Uh, nem merek. <gül> <gül> nem merek most, most menni, mert... vadászik ja, mer, rád a ciprusi maffia, vagy mi történik? Nem, hát a rendőrség egy kicsit korrupt. Ja. Pán a turistákkal. Tehát, hogy jó, mondjuk én akkor ott éltem, tehát, hogy, hogy amikor ez, ez így történt, de én 2020 egy óta nem nagyon megyek, azóta orientálottam spanyolba. De hát konkrétan én 6-7 évnyi ciprusi imádat után döntöttem úgy, hogy akkor én ezek után el fogom engedni, mert, mert, mit ott leművelnek, és és egyébként nincsen, tehát nincsenek szabályozva nagyon az emberek ott. Tehát, hogy ott... Meg a te helyed. Hát nincsenek szabályok, azt csinálsz, amit akarsz. Hát figyelj, Trafipax nincsen például. Aha. <laughs> tehát én pont ezért szerettem, mert egy nagyon szabad ország. Aha. Tehát én tanultam görögül is, tehát tök jól beszéltem már görögül, és akkor azt mondtam, hogy nekem viszont ez az ország készletel magam. magát. De mi málom. az, hogy ott éltél, tehát te életvitelszerűen kialakultál? Igen. igen, 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 volt autóm is. És minden. akkor onnan gyártottál tartalmakat, vagy ezt abban is hagytad egy ideig? On, onnan gyártottam tartalmat. Mm -hmm. Tehát csak az a baj, hogy ezek, bocsánat, hogy fogalmazok, de ezek a ciprusiak állatok. Tehát konkrétan ezek... De azokat megszereted, az állatokat. Amúgy, amúgy, állatbarát vagy amúgy, volt szó eddig, Amúgy ne? volt nagyon sok macskánk is, mert mindig ott éltek a környéken. Aha. De hogy ezek konkrétan kezelhetetlenek. Tehát, hogy, tehát, a rendőrség semmivel nem foglalkozik. Tehát ellopták az egyik ilyen biciklimet, és akkor mondtuk, hogy ellopták. És akkor kérdezik, hogy miért? És így érted, és így bejelentettük, hogy ellopták a biciklit, meg ilyenek, volt felvétel, de miért lopták el? És így kilopta ilyen kérdéseket Mi a címe? Írt, írtó buták amúgy, írtó buták, és nagyon, nagyon állatok. Tehát, hogy konténert boxolnak be, éjszaka. Érted? Tehát, hogy konkrétan így, így, kezelhetetlenek. Tehát az, hogy, hogy alattunk egy fociklub volt, és amit őket leműveltek, Hát figyelj, de, de tényleg az, hogy a rendőrség, tehát hogyha csak előre mondom, bárki tervez Ciprusra menni, úgy menjen oda, hogy ha bármi történik, és ők turisták, tehát a buli negyedben történik, minden esetben rájuk kerik. Mert mm -hmm. hogy ugye ez a tálandó és stb. és utána nem foglalkozik vele a rendőrség. Tehát mm -hmm. nálunk konkrétan olyan korruptak voltak, de velünk akartak aláíratni valamit, hogy mit csináltuk, meg ilyenek, miközben az minket támadtak meg. Az és konkrétan az egy hetes iPhone 14-emet lopták el. És így konkrétan 15 kamera volt, és most a ciprusi igazság, ugye nem tudom milyen miniszter, vagy mi foglalkozik vele. Nagy követséggel is kontaktoltunk annól meg ilyenek, és akkor azt mondtam, hogy köszönöm, hogy ebből az országból így nem szeretnék többet. Úgyhogy azóta orientálod a Spanyolország felé, a spanyol nyelvet is tök jó, Ugye farmon is, hát ugye tanultam a spanyol. Emlékszem, tanultam. Na mi volt? Hogy van a rét? Hogy van a rét? Valami Káos, kás volt, nem csizs valami. az Elkámpo. Először is, k k valami ilyesmi. Ja, a létet mindenki tudta, megyünk a rétre, Elkámpo. Igen, campo. Igen, ja. igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ezért mondom, hogy, hogy sok minden történt az én életemben. Tehát, sok, elkezdtem magamat felfedezni, azt, hogy mit szeretnék csinálni, hova akarok menni, el akarok költözni, hova akarok elköltözni. Sokat jártam azóta is Dubajba, mert az is nagyon de Nem épp, azért, akar. amiért rá most gondol mindenki? Nem tudom, mire gondol mindenki. Én a jókhaja miatt megyek általában, és egyébként nyáron is voltam. Képzeld el, úgy voltunk most nyáron, hogy Hét napra voltam, csillagos szállás alól egyzőterem minden volt, repülőjegye minden, ez 105 ezer forintért. Egy ilyen blogot kell csinálni, látod, ahol az tippeket. Hát én úgy elkezdtem, elkezdtem azt a blogot, nem az a baj, csak annyira meleg volt, hogy már belustultam, és ott nagyon nehéz volt. Tehát olyan melegben forgatni folyamatosan, az, az, az brutális. Tehát az a 45 fokba az azért kemény. Nem de, neked való. De tényleg nagyon jó helyek Hosszún vannak Dubajban. Hát, hát ó, igen. Szó, hogy nem volt igen. a nadrágban egyáltalán. Nem, nem De azért voltam néha, de nem nagyon szerettem. De figyelj, tehát, hogy amikor 300 ezer forint Olaszországba egy hét, és Dubajba 105 ezer forint, akkor nem kérdés, hogy hova fogok menni. És én nagyon szerettem, mert nagyon jó a kaja, olyan, olyan, olyan autentikus dolgok vannak, ott indiai ételek, meg, meg dolgok, hogy, hogy egyszerűen nem is nagyon mennék máshova. Tehát az arab nyelvet pont emiatt akarom elkezdeni megtanulni. Még el, is. Hát igen, a, a német, spanyol és a görög mellé meg jött <laughs> az is. Arab. Hát igen. Te figyelj, akartak már megverni? Hát figyelj, nem. Nem. Én egyébként nem. Én soha nem éreztem azt. So, soha nem jött oda senki támadóan. Tehát én mindig korrekten kezelek mindenkit, aki odajön, amikor valaki odaordít, hogy te vagy az a Buzi Sabi, ezt mondom én. <laughs> na, 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 na. hol érdekelted? Hogy, hogy... És akkor tudod, látják, hogy nem vagyok olyan nyomorék, mint aminek mondjuk így elképzeltek, így a TikTokok, meg így a videók alapján. És akkor az van, tudod, hogy, hogy én bárkivel barátkozok. Én, én nagyon sokszor odajönnek hozzám, és akkor beszélgetek velük, meg közös kép, meg élnek, és ismerőseim, barátaim kérdezik, hogy amúgy ismertem, fogalmam sincs, ki volt. De tudod, amikor oda jön hozzád valaki, és néz Rád téged, és kedves. Igen, kedves, meg egyébként ember ilyen oda és, és néz téged, meg tényleg támogat, mondjuk évek óta, és foglalkozik veled, akkor miért állnék hozzá negatívan, miért ráznám le, amikor, amikor ő tényleg ismeri az életem nagyon sok pontjai? Hát gondolj bár van olyan, aki tíz éve már, már követés velem van folyamatosan. Nézi a tartalmaiat, megveszi a CD-ket, megveszi a, a szabiesztes pólókat, vagy a mörcsöket, akármit. És, és gyakorlatilag az van, hogy hogy ezek az emberek ö, tényleg, tényleg barátok, mert hogy, mert hogy tudnak róla mindent, és, és lehet, hogy én konkrétan nem ismerem őt, de ő azt szeretné hallani, hogy én megkérdezem, hogy neki milyen a napja is, hogy ő hogy érzi magát, mi, mi újság, stb. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a közösségi média a közösségről szól. Tehát, hogy én pontosan ugyanúgy írok emberekre, meg ö, nem tudom, visszajelzést adok arról, hogy ez a videó, amit feltettél, nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon ügyes vagy, tehát nagyon sok ilyen zenésznek kell ilyen motiváció, hogy rájuk írjunk, és hogy, hogy támogassuk őket, és lássák azt, hogy amit csinálnak, az kap egy pozitív visszaigazolást. Uh -huh. szóval, szóval szerintem a közösségi média pont arról szól, hogy mindenki beszélhessen egymással. Tehát az a baj, hogy az Instagramon konkrétan tele van válaszokkal, tehát én nagyon sok embernek válaszolok, és, és, és konkrétan a saját barátaim beszélgetései eltűnnek, mert hogy, mert hogy csinálj ennek az iskolának ilyen diák választásos kampányt, úgy nekem szűrű, boldog napos videót, mert a barátnőmnek az van, és én ezekre válaszolok, mert tudom, hogy mennyit jelent nekik is, mert nekem is nagyon sokat jelent, vagy jelentett. Anno. Oké, okay, mondod, hogy szoktál írni fiatal zenészekre, az előbb mondod, hogy nem mész bulizni, mert drog meg ilyesmi. Mit szólsz ahhoz a tendenciához, ami a te fiatalabb korodban még azért nem volt ennyire jelen, hogy a zenék konkrétan arról szólnak, hogy kinek mennyi pénze van, ezt mire költi, milyen nőket kap meg, és hogy egyébként befüvezik minden egyes este. Tehát, hogy ezek a témák vannak most a pop és a rap zenében. Ez neked tetszik, szimpatikus, vagy elítéled? Uh, nem mondom azt, hogy tetszik, és azt, azt sem, hogy szimpatikus, mert szerintem egy dalnak szépnek kell lennie. Tehát egy dal, meg egy, egy szöveg, akkor jó, hogyha valakinek megérinti a szívét, hogyha az van, hogy... hogy... énekesnek kellett volna menned. Nem, az a... a Szólunk a Sánta Szóval nak igen. Szólj egy, uh, egy két szót az érdekedben. Uh, én, én azt gondolom, hogy, hogy egy dal legyen szép, és szóljon valamiről. Uh, mindezek mellett meg azon a stabilest alteragumon, mi pont ugyanezt uh, kínálja. Ugyanezeket de te azt a... azt paródiában csinálod, hát az tehát parodiában... hogy nem, nem, komolyan gondolod. Persze. És nagyon sokan küldenek egyébként így zenét, hogy, hogy noném emberek elküldik, hogy mondjak véleményt, és szívesen mondok róla a véleményt. És akkor... Imádsz vélemény mondani, tudom. Nem is az, hogy imádok véleményt mondani, hanem, hanem hogyha elküldik, és az a legkev... ha megkérdeznek róla, akkor az a legkevesebb, hogy elmondom róla a véleményt. Én imádok vélemény mondani, csak azért. És akkor, és akkor tudod, benne beleírja, hogy a hírnév és mindenki engem akar, és irigyelnek és megkérdezem, hogy ezt miért írtad bele, mert hogy láthatóan nem irigyel senki, meg nincsen hírnév. Hát, hogy mert, hogy ez... Iz... Nem írunk ilyet. Miért írunk? Miért? Tehát, hogy szerintem ez, ez, nagyon kínos, amikor valaki így ezzel vergődik, meg ilyen dalszövegeket akar csinálni. pláne olyan zenészektől, most nem fogok nevet mondani, akik mögött van egy olyan családi háttér, akik, akik, kifizetik ezeket a tartalmakat. Tehát olyan pénzeket költenek a hirdetésre, a videóklipre, ami nem jön vissza. Tehát, nem tud visszajönni. Tehát ez nem arról ez már rég nem arról szól, hogy ez, hogy kvázi olyan tartalmakat gyártsanak, ami... Ja, a gyerek hobbija, na, hát ez van. Hát igen, tehát kifizeti apa, anya, aztán ennyi. Tehát, hogy ö, nem, 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 kell ebbe többet belelátni, és, és nem is nagyon akarok erre, ebbe belemenni, de, de hogy ez kvázi vagy, nem tudom, sípolsz, de hogy fasz méregetés, hogy de engem néznek a legtöbben, sípolok, én, én, vagy, én vagyok. <laughs> na, 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 én vagyok <laughs> Jó, a, mindig én jön, vagyok tőlem. a legnagyobb sztár, én vagyok a legnagyobb ö, csávú a klubban, nekem is van ilyen zeném, a nekem van pénzem, ha. stabilest ö, zene, de hogy, de hogy tényleg ez, 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 szerintem írtó kellemetlen, amikor valaki ilyen zenéket csinál, és, és, és tényleg, és, és, szerintem ez, ez, ez nem tudom, tehát ez ne, nem, tehát a zeneileg lehet, hogy így menő fiataloknak, de, de előbb-utóbb kinő ebből mindenki. Nyilván nem lesz népszerű soha, hogy azt fogom mondani, hogy gyerekek, tanuljatok szakmát, ne legyetek influencerek, meg stárok. De én meg beleállok ebbe, mert, mert én az a fajta influencer vagyok, aki nem olyan háttérből, van, hogy anya anya, anya apa kifézette azt, hogy, hogy elmenjek mondjam, Londonba, és akkor levlogolom, hogy Londonba vagyok, meg hogy egy hétig csak fekete kajákat eszek, meg hasonlók, tehát hogy, mert ezeket nyilván ki lehet termelni ezeket a videókat, hogyha van megfelelő anyagi háttér, tehát ők, ők nem aggódnak amiatt, hogy a megélhetésük az az miként alakul, tehát és, és ezeket az embereket kell kvázi nekem vagy rájuk kell túllicitálnom a tartalmaimmal, úgyhogy hmm. nekem nem kerülhet annyiba, mert hogyha nem jön vissza, akkor érted, akkor akkor nem. Tehát nem azt mondom, hogy. Éj, De te hát... aggódsz a megeltésed miatt egyébként? Nem. <laughs> azt hiszem, <értem, laughs> hogy ezért mondod. Nem, én azért mondom azt, mert azt hiszik az emberek, hogy ők ja. most influencerek lesznek, és hogy mennyire jó lesz. De hát van, amikor adnak 300 ezer forintot mondjuk egy kampányért, és lesz olyan, hogy egy három hónapig nem jön semmi. Ez idő alatt valamit kell csinálni, ezért kell szakmát tanulni, mert ha van szakmád, csinálod végig, akkor utána jön egy megkeresés influencerként, akkor az plusz a zsebedbe tesz. Mm -hmm. Tehát, hogy nem szabad elhinni azt, amit látnak az emberek. Itt akár az iPad rántós, meg a, a, az iPhone Turmix videóra gondolok. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy reálisan kell hozzáállni a dolgokat, és reálisan kell látni. Tehát én a hétköznapi életemben egyébként reklámfilmeket gyártok, tehát ö, oktatófilmeket, mindenféle filmes projektjeim is vannak. Van két-három saját vállalkozásom. Minden olyan dolog, ami, ami tényleg hozzátesz ahhoz, hogy hogy a nap végén én, én elégedett legyek azzal, amim van. Hm. Tehát, hogy, hogy én mindenben kiszeretem próbálni magam. Van üveges cégünk, tehát üvegeket gyártunk, meg feldolgozunk. Van ö, ilyen NFC-vel foglalkozó ö, termékeket ö, gyártó, meg áruló cégem is. Tehát, hogy ö, egyébként itt van ő az DECTEC. <laughs> az Ponteo, egyébként, a, na nézd meg, Santiago az NFC. De egyébként azt pont neked hoztam ajándékba, csak direkt rátettem, hogy akármire el, elfelejteném. Ez a Ja, karkötőt. Ez a karkötő egyébként, láttad ezt már? Mutattam. Nem, még nem. nem. Ez a karkötő egyébként uh, arra jó, hogy fölveszed, és abban a pillanatban, ahogy odaérinted a telefonod, meg is mutatom neked, és csak. És utána követhető lesz, mi? Odaérinted a telefonod, bedobja oh. az instádat rákattintesz, és már itt is van a profil. Ó, oh, de szuper, akkor itt tudsz magad névjegyet adni. Pontosan, hát. lényegében Insta egy is, pontosan egy Insta névjegy, meg hasonló, de ezt meg lehet csinálni, hogy hirtelen rád az emberek, meg buliba például, gondolj vele, buliba ordibálod, hogy alulkötőjel, Peti, alulkötőjel, i, i, három darab i, érted, és ahelyett, hogy odaérinteted. és pont emiatt gondoltam azt, hogy erre viszont szükség van. Tehát akár ilyen Google vállalkozás értékelő kártyákat gyártunk, belül, gyártunk Instagramos kártyákat, ez, ez is egy olyan dolog, ami kipattant fejből, hogy amúgy tök jó lenne, ha lenne egy ilyen, ha csinálnánk. És már is két-három buli szervező céggel egyeztetünk arra, hogy akkor ezt, ezt akkor csináljuk meg velük. Mert, mert látom, hogy van rá igény, és a fiatalok imádják, és tetszik nekik. És annyi minden van benne, meg, meg, meg annyi ötletem van, tudod, amiket most már elkezdtem túlgondolni korábban, a sok ilyen, ilyen ötletemet, hogy hát jó, de hogy ezt majd és akkor így, így fogom csinálni, és már nem érdekel, már inkább belerakok valamennyi pénzt, és akkor csinálom, pörgetem, és működni fog. És nem szeretném azt, hogy így, pont emiatt az álmaimat akarom élni, és álmodozok, és ugyanolyan gyerek vagyok, mint amilyen korábban is voltam. Úgyhogy, úgyhogy én ezt, én ezt így, így élem meg a világomat, így élem meg az életem. Én a saját ö, álmomat élem és, és, és ebbe lehet, hogy azt kell mondani, az, hogy fel kell nőni, meg ilyenek. de miért kéne felnőni? Nem kell felnőni, hát, hát mindenképpen. Nem, nem akarok kell. ebbe a keserű világba felnőni. Szeretek így álmodozni, és, és, és a saját projektjeimet, céljaimat vinni. Úgyhogy. úgyhogy sok minden van, amivel foglalkozom. Kell, kell, az influencerkedés, meg az énekelés, meg hasonló dolgok mellett foglalkozni ilyenekkel, mert, mert a nap végén nem jön ki a matek. Oké, okay, egy utolsó kényesebb téma, lehet, neked nem kényes, csak hogy az emberek így felvonják a tekintetüket, a szemöldöküket, hogyha ez szóba kerül. Ugye a farmas vagy túlságosan szemérmes, ugye a tusoltál mm hmm. gatya konkrétan, csak kit akartál. De, ez a mi, ez mindenki de ez miért nagy dolog? Hát, mi, te nem, anélkül, de anélkül csak nem a kamera előtt. Hát most te mit csinál? Ti aludtatok benne, meg fürödtem. Hát most én most azt, hogy felvették... Hát én is akkor fürödtem, amikor ti aludtatok, mert éjjel, éjszaka fürödtem, hogy ne legyen ott kamera. Na, hát jó, hát te gondolsz, engem meg nem érdekel. majd úgy voltam, hogy miért vágnák be? Kit érdekel? Hát bevágták, hát... oké? Okay. És emellett ugye neked... <laughs> ö... Nekem ne vágja be senki. <laughs> na, 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 Vol, na, volt na, vagy na, van Fence fiókod? Volt vagy na. van? Tehát még van. Na, még mindig van egyébként. Aha. Ez miért indultál, és milyen tartalmak voltak? Tudom, nézze meg, mindenki, ki akarja, fizessen elő. Azért, és azért látni indultam fogja. Mert, Én én éltem, éltem Cipruson, és ott van egy nagy tartalomgyártó, világviszonylatban is óriásinak számító ö, a srác, a Romeo, és velük ott nagyon összebarátkoztunk, tehát én mutattam be nekik Ciprus, tehát hogy ők, ők nem ismerték, és én körbevittem őket, és akkor igazából ők el elkezdtek ezzel foglalkozni, és úgy voltam vele, hogy hogy én egyébként ugye edzek kvázi, meg így azért foglalkozom ezzel, és próbáltam motiválni magam arra, hogy minél jobban foglalkozzak az edzéssel. És, és elkezdtem jobban edzeni emiatt, és akkor elindítottam ezt az oldalt, és kvázi egyébként nem kell semmilyen, nem tudom, nagyon durva dolgot elképzelni, kvázi edzős képeket rakok fel oda, pontosan ugyanolyan képeket rakok fel, mint amit egy bodybuilder felrakna, csak én úgy fogalmazom meg, hogy, hogy hogy ö, amit más Instagramra kitesz lájkokért, like azt kvázi ott nálam lehet látni. Tehát akkor nem katya nélkül vagy, nem, meg nem álló nem, cerkával. Nem, 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 Tehát, hogy ö, igazából, meg kvázi egyébként, aki edz, Szerintem ő szívesen csinál magáról olyan képeket, amin tudja követni azt, hogy hogy halad ez az egész dolog. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon fontos visszajogazalása az embernek, hogy, hogy oké, jól haladok, jól csinálom, hasonlók. Meg nálam az is egy fontos szempont, hogy hogy nyilván azért engem azért fiatalok is követnek, meg gyerekek, és pont emiatt nem akartam azt, hogy ezek olyan dolgok legyenek, amiket így Instagramon láthatnak nálam. Tehát, hogy, hogy nem ne, a testépítés, hogy sportoljál? Nem, folyamatosan kommunikálom, hogy, hogy sportoljanak, nem, a, nem az a kérdés, hanem az, hogy, hogy kvázi olyan dolgok, amiket mondjuk egy bodybuilder feltesz, az nem feltétlen kell, hogy kikerüljön mondjuk Instagram oldalamra. Tehát egy bodybuilderhez oké okay, beleférd belefér, de nem nagyon összeegyeztethető azzal, hogy én előadó vagyok, és, és ilyen jellegű tartalmakat posztolok. Tehát én azt gondolom, hogy az, amiket mondjuk kiteszek oda, az semmivel nem sérti ugye, az imidzsemmet, amit gyakorlatilag építettem, meg amivel mondjuk így a televízióba tudok szerepelni. Amit viszont neképpen kiemelnék, hogy ott az OnlyFans-emen azért nem tudom, tehát vannak érdekes megkeresések, és így amikor elmagyarázom, hogy nem, ez az oldal nem arról szól, tehát hogy, hogy nem, a, nem a miatt... Mutasd mikor... a faszot, így meg. Van, van, a, hát van, de hogy van olyan, aki például receptkönyveket ad el ott. Tehát igen. érted? Ja, igen. Hát, igen tehát... nekem, is, nekem is volt, én nem használom egyáltalán, de hogy akkor még... Receptkönyved? E... <laughs> Hol, Oli <fenzel>, az <laughs> még nem, az is lehet, hogy még lesz. És, és akkor én azért kezdtem -e használni, mert tulajdonképpen ott én akartam egy ilyen folytatásos regényt csinálni, mm. amellett, hogy voltak olyan képém, amik mondjuk így művészi képek voltak, nekem srácot se hát, semmi. De hogy olyan levelek jöttek, amit elment a kedvem. Tehát tényleg ez a mutasd a foszód, mikor fogom megmutatni a foszód, és nem tudom, micsoda, erre nem vagyok kíváncsi. Hát én igazából ezekkel az emberekkel, tehát hogy én sokszor viccel, én inkább viccelődve írok vissza, meg így nevetek rajta, és tudod, hogy úgy voltam vele, hogy ameddig ezen tudok nevetni, meg szórakozni, még meg hülyeskedni, addig, addig, én ezt, ezt, ezt simán nagyon csinálom. Nagyon sok időt van, látod, még több meló kéne, amit így bevállalsz. Mert... Nem, amiket nem nagyon szoktam megnyitni mostanában, tehát az csak úgy van, és pont emiatt mondom, hogy, hogy a, a, fiatalok, akik követnek, azoknak ne az arcába kerüljön ez, hanem aki orientáltan erre kíváncsi, az, az oda megy és megnézi. Ami régen valaki megvette a Playboy-t, mert levet között a Détárenikő például, azért most valaki felmegy OnlyFans-re. Hogy, de hogy ez is egy olyan dolog szerintem, ez az OnlyFans-ezés, ami picit már a erre fordul, mert már tényleg annyian csinálják, meg annyi, annyira gátlástalanul, hogy nekem is volt egy olyan időszak, amikor úgy voltam, tudod, hogy nagyon sokan érdeklődtek utána, és akkor felmerült, hogy ú, uh, most akkor többet kéne csinálnom, mert hogy többet fizetnének érte, és akkor mondtam magamnak, hogy oké, okay, stop, állj, tehát hogy nem fog elcsábítani ebbe az irányba, hogy, hogy akkor ezért ennyit fizetnének, meg annyit fizetnének, akkor nem fogom ezt nem fogom ezt a határt átlépni, amit megszabtam magamnak, és, és pont emiatt mondom azt, hogy, hogy meg kell tanulni ezeket a határokat, felállítani, felállítani ezeket a határokat is, és ott megszabni, hogy oké, okay, akkor ha én ezt megtenném, akkor én már nem tudnék olyan előadó lenni, mint amilyen korábban voltam. Köszi Szabély, hogy itt voltál. Szerintem sok mindenre választ kaptunk a személyiségeddel kapcsolatban. Szerintem, hogyha összehasonlítják ezt a beszélgetést a műsorral, akkor szimpatikusabban fogsz lejönni az embereknek. Egy hát, az baj. Mert aki, baj. aki szimpatikus, arra akkor sajnos... A, ezt, engem, a ezt a beszélgetést a, a el őről? hát, Hát igen, az, az biztos egyébként, hogy, hogy én, én szeretnék az olyan példa lenni a fiataloknak, hogy, hogy tanulják meg azt, hogy hogyan lehet építkezni egy magad és csak azt számít, hogy te miben hiszel, hogy hiszel -e magadban, és hiszel -e egy jobb jövőbe, mert hogyha hiszel abban, hogy neked az életed jobb lesz, és nem abban fogsz élni, mint amiben most vagy, akkor, akkor, tényleg, akkor tényleg sikerülni fog. És nem csak egy út van, hanem ezer, csak a kérdés az, hogy, hogy melyiket fogod jobban végig küzdeni. Mit kívánjak neked így útravalóként? Uztor, nem, mit szoktál? miket szokták kívánni? Van ilyen lista? Azt mondja, a picsába. Szabi, menj a picsába. Van ilyen <laughs> <laughs> lista, akkor jöhet. <laughs> Ezt kívánom. És figyelj, felveszem, és elmegyek ismerkedni, és ha sikerül vele valakit összeszedni, akkor majd jelzem, jó? Egyébként lehet. Na, nagyon jó kis téma indító. A TikTok oldalunkon már 43 ezer követőnk van ezzel, úgyhogy csak mondom. Na, na, szuper, na, na figyelj, na. kipróbálom. Köszönöm, hogy itt voltál, Szabi. És menj a picsába. Na, 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 na. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold like őket, és ha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy a TikTokon.